kemence az egyik legősibb ember által épített tűzhely, tűzrakóhely típus. Általában sütésre, főzésre, pörkölésre, aszalásra használták őseink a mindennapjaikban. A 20. században a kültéri kemencék vették át a beltéri, belső tüzelésűek helyét. Sok faluban közös kemencét építettek, mint ahogyan Galgahévízen is 2013-ban. A település önkormányzata május 10-én kemencés napra invitálta az érdeklődőket a Dobó utcai közösségi ház udvarára. Mai nap apropója csupán csak annyi, hogy el kell indítani az év hagyományőrző részét, és úgy gondoltuk, hogy ez a májusi időszak hozzá a legmegfelelőbb. A későbbi tervekbe szereplő programok miatt nagyon fontos, hogy egy hagyományt teremtsünk a májusból, hiszen a május, a májfállítás és a pünkösdörési időszaka volt itt a Galga mentén, úgyhogy próbáljuk áttenni ezt a hagyományt a pünkösd időszakára, de bevezetőként én úgy gondolom, hogy egy májusi találkozó, egy néptánc találkozó, egy táncház mindenféleképpen nagyon hasznos a környéken fellépő együtteseknek és azoknak a hagyományőrzőknek, akik még ténylegesen szeretik azt, amit csinálnak. A kemencébe kenyérlángost készítünk tejfölösen, hagymásan, szalonnásan. A mellette lévő bográcsokban pedig a Polgárőr Egyesület, a Nyugdíjas Egyesület és egy magánvállalkozó Mrekváik ajánlottak föl. Tehát a kenyérlángos mellett van egy hagyományos galgahévízi paprikás krumpli, van egy kecskepörkölt és a polgárőrök által főzött vegyes pörkölt, amit kínálnak az itteni látogatóknak. A kenyérlángos hagyományos ízesítéssel, tejföllel, szalonnával és hagymával készült. Mekkora sikere volt, milyen mennyiséget készítettek, és maradt-e vagy hamar elfogyott, és még tart a rendezvény? Hát nem volt elég. Olyan 150-160 adagot készítettünk, aztán hát most épp azon gondolkodtam, hogy érdemes lenne még bedagasztani, de hát akkor meg 9 óra lenne, mikor a következő adagot be tudnánk vetni, úgyhogy szerintem most az idén már nem, majd esetleg jövőre vagy a következőbe. Az első galgahévízi kemencés napon műsort adott a galgahévízi Kisbetyár Néptánc csoport, a Turai Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület, de itt mutatták be tudásukat galgahévíz népi zenész növendékei is.
A Csikó Tojás Amatőr Színtársulat népmesékkel szórakoztatta a vendégeket. No ide figyelj, édes lányom! Ezt a tűt én most ledöföm ide a sorokba! Szépen a mikrofon mellé! Mikor jön a legény, te mondjad neki, hogy jaj, édesanyám! Hát rám mondják, hogy tyúkszemű vagyok! Hát né, lámpa világnál még látom a tűt a sorokba! Jól van, édesanyám! A középsőnek meg azt mondta! Te ide figyelj! Te meg erre kezdjék kacagni! Erre kezdjék kacagni, mert bétömöm a szájadat valamivel! A legkisebbiknek meg erősen meghagyta azt, hogy... Te még ne szólalj! Még ne szólalj! Maradjál csendesen! Ahogy ezzel így elkészültek, jött a legény! Jött ám a gyönyörű kanász! Letette a kucsumáját ott a bejáratnál rögtön a pamlok szélire, az asszony meg elkezdte kínálgatni. Pálinka! Pálinka! Nagyon változatos beszélgetés volt. Pálinkát! Gyűjt! Pálinka! Pálinka! Szobakot! Pálinkát! Pálinkát! No, szobakot! Kolácsot! Ahogy ezzel így megvoltak, a legnagyobbik lány egyszer csak szóra emelkedett. Nézzen csak oda, édesanyád! Még rám mondják, hogy tyúkszemű vagyok. Hát lámpa világra, megvettem ott a tőt a sarokba, ott van mi. Jó van, édes lányom! Menj oda, vedd fel, s tedd a helyre! Ahogy a leány elindult kitapogatni a tűt a sarokba, meglátta a pamlok szélén a fekete szőrkucsmáját a legénynek, azt hitte, hogy a macskájuk kondorodott elfogva, s lekavart neki egy pufot. Kácsz le innen, te szégyentelen! A legény nem tudta mire vélni, felpattant! Fogta a fejét, nem értette. A középső leány nem bírta tovább a feszültséget, ami a levegőbe áradozott, s elkezdett kacagni. Óriási volt a legény, már nem tudta mit csinálni, egészen el volt szédülve, mikor a legkisebbik lány is megszólalt. Oda ég a tanám, én nem tudtam semmit, most szévedek Péter! Hú, a legény! Hába közé kapta a farkát, elszaladt a világ végére! A kemencés napon nem csak kemencében sült finomságokat kóstolhattak az ínyencek. A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Egyesület bogrács étellel várta a látogatókat. Paprikas krumplit főztünk, jó sok hagymával, jó sok szalonnával, kolbásszal, meg persze egy kis krumplit is tettünk azért bele, hogy azért paprikas krumpli, az krumpli nélkül csak nem jó. Mi a véleményük arról, hogy például most kemencés napot szerveztek, hiszen az önök idejében valószínűleg volt még kemence, és hogy ennek most újból virágkora kezd lenni. Mi a véleményük erről? Hát ez egy nagyon jó dolog, mert ami a kemencébe készül, sül, hát bizonyos sokkal jobb ízű, mint ami a mostani gaz sütőkbe készül, mert ugye hát az más. És ez egy nagyon jó dolog, hogy ez most úgy újra divatba fog jönni, esetleg reméljük. A kemencés napot hagyományteremtő szándékkal rendezték meg Galgahévízen, és a tervek szerint a jövőben még szélesebb körben kívánják megszervezni. A
kemencésnap lényege az, hogy Galgahévízen egyre több kemence épül. Megépítettük a közösségi kemencét, amit szeretnénk kihasználni minél többször, és itt egyben meg is ragadom az alkalmat, hogy bárki jelentkezhet, hogy jönne az udvarra, és baráti társasággal nyugodtan tudják használni a kemencét, de hogy a hagyomány teremtés alapjaként elinduló műsorsorozatnál föl szeretnénk mérni, hogy Galgahévízen mennyi kemence található, és milyen kemencék épülnek még, és egy nyitott ház, nyitott udvar lenne ez a májusi rendezvény sorozata, ahol különböző helyeken különböző galgamenti ízeket lehetne a kemencékbe kóstolni, és megszerveznénk hozzá azokat a programokat, hogy egy-egy udvarba, egy-egy nyitott háznál mit láthatnak a kedves közönség, a környékbeli lakók vagy az ide látogatók. Az első Galgahévíze kemencés napot táncház zárta, melyhez a talpolávalót az Agyva banda húzta. A rendezvényen fellépő csoportok műsorát hamarosan teljes terjedelmében megtekinthetik itt a Régió Plus televízió műsorán.